srácok, ellátogatunk egy elhagyatott nukleáris bányába. Egy olyan bányába, ahol egy atomreaktorba rakták le a titkos és szennyező anyagokat. Ezáltal a bobok megfertőztek, s nukleáris hatásúak lettek például a creeperök, a macskák és egy csomó állat. Képesek leszünk ebbe a bányába 100 napot túlélni és nukleáris fegyvert kifejleszteni, illetve egy atombombát felrobbantani? A mai videóban kiderül, hogy is ez a 100 nap a nukleáris bányába. Vásároltuk vajonöltünk Dr. Gonosz mintás termékeket, póló, pulcsi, mörintet, amit el tudok képzelni. Vásárolj most, és legyetek a legmenőbb. Üdvözöllek Zoltán itt a naplementében. Hello, Belo. Üdvözöllek. Üdvözöllek. És most a mai videóban ellátogatunk egy nukleáris bányába. Így igaz. Menjünk. Igen, srácok, Zoli mindig végig szokta hallgatni a monológot, itt nevet mellettem, de igen, amúgy igen, igen. Viszont amúgy... Én csak odázasztalak, én vagyok XD Gonosz. Legyen már ezentől ez a neved is Dr. Gonosz és X Dr. Gonosz lesz, és akkor a rövidítésed XD. Jó, viszont srácok, ahhoz, hogy eljussunk ebbe a nukleáris bányába, keresnünk kell egy úgynevezett titkos kabint, már egyik videóban volt ilyen, és meg kell fejtenünk egy bináris kódot, egy ilyen titkos kódot, amivel kapni fogunk egy térképet, ami elvezet minket majd ott ez a titkos bányához. Elég érdekes lesz, illetve hogy mindenféleképpen kell találnunk ilyen nukleáris szettet, vagy készíteni egy ilyen nukleáris szettet, ugyanis hogy a sugárzás ne öljön meg majd minket. Elég érdekesnek hangzik, szóval ez egy rendkívül különleges videó hát lesz. Igen, be fogunk zöldülni, mint egy goblin. Hát bizony. Pontosan, amúgy ez igaz, ez igaz, ez igaz, ez igaz, ez igaz, szóval ja. Jó, nekem 18 fám van is, amúgy most fát amúgy, vagy lehet többet kéne vágnunk, mert a nukleáris részen ugye nem hiszem, hogy lesz fa majd, szóval majd ügyeskednünk kell, viszont egyelőre... De lehet, hogy lesz fa amúgy, csak ilyen lerohadt. Nem, szerintem nem lesz, most gondolj már bele, hogy amikor atombombák robbannak, akkor is szokott ott fa lenni. Mindegy, ott egy falu, nagyon de, jó. De ilyen a meglévő fák, amikor voltak, csak el vannak korhadva. Azt mondja, abból építkezünk nukleális az égből, ja, biztos. Igen, jó, persze. Radioaktív lesz a házunk, ja, jó, van, mindegy, itt egy falucska malucska, ebből szépen benézhetünk, és akkor szerezzünk, amit csak tudunk. Hozzá lágyat, én már hoztam is egyet, illetve itt van, itt van egy bölcsizma, Zoli, ha érdekel esetleg, gondolod hozzá el. Oké, obszidián, érdekes. Illetve a ládákat amúgy, amiket, hogyha már teljesen kifosztasz, akkor vagy azt is elhozhatnád, léci barátképű. Amúgy már 1000+2 éve nem voltam a Netherbe. Amúgy már én is elég régen voltam, na mindegy, jó lesz az de idő. De nem ebbe a videóba. Igen, ebbe se leszünk a Netherben. Hogy csinálok neked is kőcsákány, mert szétszedem a kovács helyet. Itt van vas, várjál már. Drink farmozzunk majd. Jó, oké, megnézhetjük. Itt van szén is, azt is hozzuk el. Amúgy ez egy ingyen bánya konkrétan, amikor bánya odaadja neked ingyen a cuccokat amúgy. Amúgy azt mondod, csinálsz nekem egy kőcsákány, de azt egy facsákánnyal kiszúrtad a szememet. Igen, igen, hát gondoltad nem tűnik fel a különbség. De normális vagy, normális. Vagy mi? Hello, hey! Ágyat hoztál magadnak, ugye? Nem felejtetted el. De itt egy vas, nem tudom kívni. Hol megyek? Nem jössz. Ennyi. Jó, akkor szedd ki magadnak, mit érdekel engem? Eldugtam. Mint múltkor, azt nem találtuk meg, hogy a lagyémánt? Jó, van srácok, vágunk egy kis fát, amondó vagyok, aztán pedig igazából majd pár pókot ölünk, és akkor egy string farmot megint összepattintok, az egész gyorsan sikerül most. Most nem akarom ennyivel húzni az időt amúgy, meg majd úgyis a bányászás közben fogunk találni egy csomó vasat amúgy, arra jöttem rá, mert múltkor, hogy mentünk igazából a bányából, találtunk egy csomót, szóval remélem most ez ugyanúgy lesz. Találtam, nem te. Ez igaz, ez igaz. Halak vagyunk, akik beszélgetnek? Nem, azok így csináltuk, hogy blub. Szóval kaja kéne majd amúgy, ebben volt izé? Szalma, nem is láttam. Nem, nincs semmi ez a falu. Ez a csóró falu, vagy mi? Nem tudom, semmi nem volt, ami hasznos amúgy. Öljük állatokat, olyan rég öltünk állatot amúgy, nagyon vicces. Ha találtam egy darab szalma blokkot. Az igen, elég komolyan tolják akkor a falusiak. A szalma, hogy két kenyér. Ölök tehenet amúgy, mert... De vasgólemet megölöm amúgy, ezt jó lenne. Ja, tényleg. Tökre kivett a fejemben. Én is felejtettem, hogy létezik az a haver. Én is. Legalább az van ebbe a faluba. Hát elég csúró lenne, hogy az se lenne nekik már. Csákány beleállítom a fejébe. Amúgy logikusabb lenne, hogy a csákányjal többet sem zel rám, hogy nem. Amúgy igen. Na jó, Zoli, menjünk amúgy bányászni, nem oddó vagyok barátom. Viszek pár fákját. Kussolj már, ne izé haragozzál itt, nincs vasárnap. Gyere, amúgy pont vasárnap. Gyere, hogy toljuk akkor a bányászást, aztán remélhetőleg majd találunk valami értelmes dolgot, ezt közben átrakom a másik kezembe, aztán nyomassuk. Oké, add már ide amúgy a vasat, nem tudtad adni. Csináltam magadnak vassákányt, de féreg. Hagyd nézem. Nem.
Akkor jó, mindegy, akkor tartsd meg! Oh man, Creeper, oh man. Na jó, várjál már, hogy... Mizsgál le rólam! Azt csinálom, de majd a vasat hogy kapjam meg, én ki akarom akkor égetni, hogy legyen vassárkányom, ember. Jó, nekem sincs vascsákányom, de itt a vas. Na. Köszönöm, de jó, akkor itt van, ezt kiégetem, és akkor legalább akkor lesz pár vasunk. Aztán csinálok egy vascsákány magamnak majd. Csináljuk string farmot, akkor kell pókot ölni. Jó, akkor csináljuk string farmot, az újis újdonságom úgy. Azt most jobban szeretem építeni. Ja, most legalább nem vasfarm. Ja, amit itt van egy csomó és vas. És változatosság, mindig jó. Nem tudom, de itt van arany. Arany is kell majd most, szóval azt visszedjük amúgy, amennyit csak tudom. Minek? Hát a kraftolás az majd. Minek? Na gyere már, szedjed, de inkább az utcokat keresünk, jó dolgokat. Arany. Nagyon ilyen dolog. Vagy én is, tesó. Vagy elsúsom, gyere. Ennyi leszünk, biztos elég amúgy. Ó, te spawner. Ó, bilincsátka, az aztán, viszem a TNT-re valót. Itt van fonál, az nagyon jó. Búza, egy hanglemez, nagyon jó, oké. Okay. Illetve... Hát igen, a dárda nyugtalan lesz. A búza mezőt lát. Mi van? Nem, de jó, mindegy, Amúgy majd farm... zombi falusi. Amúgy lehet, hogy oda lehet, hogy egy farmot generálhatnánk, szóval... Vagy egy sima... én is találtam ezért. Nem ugye azt találtuk? Tényleg? Jó, oké, akkor hozzá valamit. Nem, az enyém a skeleton spawner. Na jó van, Zozó, amúgy alukáljunk most a bányászás. Ó, itt van tojás, azokat visszük majd a csirkefarmhoz, viszont egyelőre akkor aludjunk szerintem mindenféleképpen. És akkor holnap reggel... Hol aludjunk? Hát én itt alszok. Akkor én meg itt alszok. Mi rajtam? Nem tudom lerakni, mert ott van a falukő. Üsd be, Arnib, azt aludjunk már, írom azt, hogy jó. Ezt azért régi ilyen Minecraftos cucc volt. Jaj, na jó van, menjünk akkor. Én elkezdem építeni a string farmot, mert vödröt is találtunk szerencsére. Te pedig addig, amúgy égessük ki a vasat, a mondó vagyok, az fontos lenne. Jó, így, né, meg van szenem is szerencsére, szóval most jók vagyunk, és akkor igazából, nyugodtan csináljuk. Miért került vissza hozzám a facsákány, Zoli? Ez hogy történhet? Nos, srácok, gyorsan akkor megcsinálom a string farmot, igazából nem olyan bonyolult az egész, kell pár darab izém, ilyen láda szucli. Egy villámhárítót építettem. Hát ugye gyerek, milyen villámárító, adjál már! Hát villámárító! Egy ebbe csapjon a villám, és vágom. Akkor ezt tudja a villámokat. Jó van, ügyes vagy, most azt akart, hogy azt mondja, megdicsérjenek, hogy ügyes vagy, vagy miért? Igen. Jó van, akkor kussolj. Na srácok, akkor nyomassuk igazából, ide feljövök erre a területre, közel ülnek a skeletonok, meg ilyenek, csak a szokásos gyönyörű napvilág. Jó, ez egy tökéletes hely, melyik oldalra kell néznem szót? Kiegyenlítem a talajt. Köszönöm, de úgy... Csak nincs vízérték nálam, úgyhogy lehet kicsit izés lesz. De erre kellem egyébíteni. Ilyen. De ez mi, tesó? Mondom, nincs nálam vízérték, nem tudom, hogy kell kiegyenlíteni. Aj, basszus. Amúgy annyit megtehetné, hogy közben amúgy a szetsz követ innen. Ott a arrébb egy kicsit, a creeper felé. Jó. De amúgy nem viccelek, mert... De nem jó, akkor arrébb megyek én, basszus, hát komolyan. Jó van. Csak akkor a creeper meg kell ölve, fel fogja robbantani. Hol van? Na srácok, szóval ott jártunk, hogy akkor erre kell építkezni, és akkor elkezdem csinálni. Nem olyan bonyolult a cucc, annyi, hogy ki kell ütni három blokkot, de ezt nem fogom olyan részletesen elmondani, hogyha valakit érdekel, az előző videóban elmagyaráztam. Szóval bőven menni fog mindenkinek. Segít ez, Zoli, de amúgy várjál már, basszus, ezt így kell? Igen, így kell. De így kell. Várjál már, de ember! Ja igen, így kell. És segítem így a hopper. Igen, az tudom, azt megcsináltam. Tudom. Jó van, oké, ügyes vagy. Jó, akkor viszont csapóhajtót kraftolsz, nekem légy szíves, barátom, addig lerakom a hoppereket. Azt úgyis könnyen meg lesz. Hát, hogyha adsz egy crafting table-t, akkor ott van a izénél, a való világban. Sétáljak el odáig. Én nekem is a vízi a sétáljak, ezt pusoljál. Né, nagyon jó, oké, akkor ezt most le kell hajtani, így biza, és akkor igazából adja a lényeg, hogy ide rakni kell bothorgolót, így ide, illetve ide, és csinálok akkor... addig egy kart. Oké, az pont kell, jó, és ez meg is van, nagyon jó, és ha jól csináltuk minden srácok, akkor azt most így ide jövök, így, né, ide lerakjuk ezt, és akkor, hogyha Zoli meg, már még olló kell, jó, várjál, hozom az ollót, várjál, oké, és akkor megyek szépen, várjál, oké, itt vagyok, de akkor teszteljük, srácok, ezt ki kell ütni, és a kard meghúzzuk, és akkor elmehetek, nézzetek, van dobálja is, nagyon-nagyon jó, és akkor igazából, srácok, így baromi sok fonalat fogunk termelni, és ez azért jó, mert majd ezt ügyek, kekesem azt a falusit, gyere, Zoli!
Jaj, meg kell keresni azt a falusit, és akkor igazából, hogyha az, hogy tudunk cserélni fodalat, és akkor legalább végtelen emeráldunk lesz. Ez az, várj, nem ez kell, hanem a hordós kell. Jó, csinálni kell egy hordót, várj. De ami a lényeg viszont, hogy kell egy barrel, azaz, úgy de angolosan mondtam. Szóval hordó. Egy hordó kell, igen, srácok, légy színenek, izéljetek meg, itt egy hordó. Ez azért kell, ugyanis mondjuk itt van ez a random egybites falusi, aki még munkát dolgo... Mi? A csávó majdnem itt hagyott csak úgy random, és elvitte a hordót. Na várjál! Cserbenhagyásos gázolás? Így igaz. Azt na, mondod. Vedjétek fel, vedd fel a munkát, ne legyél kutya, vedd fel, vedd fel. Úgy ezt felvette. Ah, ezt felvette, ez felvette, itt van 20 fonál, jó, akkor most azt hiszem termelt elég fonalat, leállítom a gépet, és akkor igazából tudunk majd vele cserélni emeráldot. Oké, leállítjuk, és most már kell neki, ó, itt van jó, itt termelt azért viszonylag pár haver darabot. Jó, ezt akkor most elviszem vele cserélem, emeráldra, és akkor elkezdhetjük a cserélgetést. Szerintem most elég a szed Zoli, szóval bőven a szettet majd keresik meg, mert a többi teljesen fölösleges. Jó. Mert majd lesz ilyen sugárvető meg ilyenek, vagy a kaját is dobhatna valamelyik, na mindegy, jó lesz az egyelőre, itt aztán is cserélgetem vele. Hogy vele Pof. Lehet majd cserélni kajcsit, nem? Amúgy lehet, 3 darab izért egy halat, amúgy az nem rossz. Nice guys, nagyon jók vagyunk, amúgy itt is van felszerelés, az szivat. Tényleg itt van, nagyon jó. Oké, ti vattok valamiért kaját amúgy. Jó, vagy csicskák vagytok. Oké, lehet tőle izét venni, ilyen cuccot, ezt veszem a harangokat. Addig pedig... A harangok. Amúgy a harangokat visszük. Amúgy majd lesz izé riasztó, lesz riasztó amúgy majd. Na, fejlődik. Még nem, te baromozat, hogy kell egy, hogy lesz egy hülye. Most fog fejlődni. Ja. Oké, okay, felfejlődött, pajzsokat ad. Aha, most már az alapcuccokat dobálja, ez nem rossz. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. nice. És meg amúgy izé, nem kell sok nekem. Aha, nem csak cipő, izé, ja, melvét kell, meg sisak. Fejlődik szerintem. Fejlődik? Az jó lenne. Ah, fejlődött. Nice, Zoli, megcsináltuk! Very good, jól van. Easy gyémáncot. Oké, okay, easy gyémáncot, srácok konkrétan, és akkor most igazából szerintem mehet is az alapmóka gyár. Adja a lényeg, hogy ezeket most szépen kiütjük, és akkor igazából elindulunk szerintem lefelé a bányába, hogy megkeressük a titkos bányarendszer, amiben a majd... A titkos mikkentjük. Jaja, a titkos mikkentjük, mert rajzok. Hihi. Hogy szokott izélni? Hogy szokott Viki Eger nevetni? Ja. Na, zúzzunk le a bányába. Jó, azt öljük meg amúgy. Jó, itt a pók vagy. Nekem mindig csak csalkányom van. Nekem izé... Nem azt nekem egy baltát csinálni. De, majd csinálok, várjál, meneküljünk amúgy, mert itt nagyon sok minden van. Jó, merre kéne menni? Amúgy, what? Várj egy picit? Mi? Itt, úristen, de jó, hogy ezt észrevette ezt a pár blokkot, gyere Zoli itt fönt, ja itt vagy, jó van? Bingo, bangó, meg vagyunk. Jó, oké, okay, nagyon jó. Már voltunk és nem vettük észre. Ja, amúgy itt voltunk már szerintem. És akkor kell ez, jó, és ami itt a vasat szedd már kérdő, hogy megfejtem. Jó, akkor igazából srácok, kaptam 2 pappert, illetve itt van ugye ez is. Ugye itt van az a caves, ezt a szót kell megkeresni, meg is nyitom az ABC-t, amit van igazából. Ugye ez alapja, ez a kód alapján kell megfejteni, ki látta a múltkori videót, azt tudja. Szóval a C betű az ilyen fura kis pontos cucci, például ez. Oké, okay, illetve hasonlít egy kicsit ez, igen, illetve ez, igen, illetve ez. Kezd eltörni, Zoli, kezd, nagyon béna vagyok, várjál. Ez, oké, okay, megtaláltam, nagyon jó. Mondd ide, hogy találjam meg. Nem, hogy takarod, de takarod, te függő vagy, függő de vagy. Nem. Megtaláltam, oké, okay, egy. De, jó, de meg akkor én is megcsinálom, hogyha te elrontod, akkor legalább egy pixel legyen. Zoli, képzétek el, srácok, Zoli konkrétan függője lett ennek a megfejtés szusznak. Múltkori videóban már csak azért nyomadta, mert miért nem? Még már rég megvolt a térkép, egy függő állat vagy, Zoli. Oké, okay, megvan a második is. Itt van, megvan. Megvan, kész van, na, adok egy íjat cserébe. Na, srácok, és akkor nagyon ezen kitaláltuk, hogy ez hogy működik. Zoli, leraksz egy crafting table-t, kérlek. És akkor srácok, annyi az egész, hogy ami Zoli, ha fejtegetni akar a tessék, az van még egy kövem, meg adok egy papírt is hozzá. Viszont, hogy fontosabb, hogy ezt így... És elrontottad a játékom. Nem érdekel, de megvan a cave map, legalább hoznám úgy a crafting table-t, és csak most elkezdi keresni, nézitek meg, srácok, keresi a mapot, és amúgy arra kell elindulnunk, gyere Zoli, menjünk, arra kell kimenni, és akkor tudunk addig jutni, majd te képítkezel külön. És akkor srácok, hogyha arra elindulunk, ott van a toxic cave, ugye már oda is van írva, és akkor igazából simán meg tudjuk keresni. Miért van tele vízzel? Nem tudom, de amúgy várjál már, itt már közeledünk, mert itt már zöldül. Oké, okay, we are almost here. De ez az, már itt vagyunk amúgy, Zolikám.
Itt már itt vagyunk elméletek. Ah, ez a toxikus bánya, csak majd még... Én már fulladok. Hát ne fulladjál! Jó, itt egy szkeleton van. És ezeket már szeretetjük is, ezeket, ezek ércek, sárdok majd kellenek. Ez már teljesen tiszta vagyok a játék. Hallott tesó? Meg akarsz... Jó, ez meg kell ölnünk, ez egy féreg. Halál reád! Jól van, oké. Oké, akkor itt már szedjük ki ezeket az sárdok fontosak, és kapjuk is a nukleális damage-et amúgy, szóval csak óvatosan barátom. Vagy a nukleális szetetek... Nem tudom, de azért... ez nem tudom meddig van fönt, viszont az olyan fontos, hogy amikor nukleárisan fertőzve vagyunk, akkor majd csak ilyen különleges ételekkel tudjuk a kajacsinkat felvinni, szóval óvatosnak kell lennünk. Szedjed az érceket. Csak kopert találok. De itt van ilyen, annyira látszik, hogy ez egy nukleáris virági érsz, hogy ez hihetetlen, Zoli, nézd már meg. Ja, hogy világít? Hát nem, úgy ez, nézd meg, nézd ide! Itt vagyok fönt. Nem, én csak a lávát látom. Ja, meg itt is vannak ilyen világítóstocok. Hogy nézzem, na akkor szedjed azokat. Mondjuk lehet, hogy pont a másikat ütöd, ami ilyen... Jó, igen, azokat kell. Zoli, viszont csak mutatom, hogy ha ezt kiütöd, akkor ebből sav fog folyni, szóval ja. De azokat... ott már van egy titkos izé. Atomreaktor, jól van. Van ott még nálam üveg, jó Zoli, várjál? Viszont, ami fontos, addig csinálj létsz egy ládát, ugyanis... kell nekünk majd egy csomó toxikus lé, ilyen mindjárt kiszedem, amit ilyen kráter cuccból lehet kiszedni, mindjárt mutatom, hogy ezt így kiveszem, akkor ebből tudok ilyen toxikus levet generálni, így, né, és akkor ezt így már beletom rakni a ládába, szerencsére. Jó, közben amúgy elugrok ide, megnézem, hogy uha, a zombik vannak már. Jó, itt, itt mi van? Itt már eléggé kapom a nukleáris fertőzést. Aha, az érdekesek tűnik amúgy ez a hely, csak jönnek a zombik. Jó, jó, ne! És nyilván eltűnik a izém, a baltám, mindegy. Oké, itt is van még ilyen érc. Jó, van, szedjed az érceket, aztán már megcsinálom az első crafting recepteket. Jó, Zoli, nyugalom. Meg lesz oldva, meg lesz oldva. Amúgy, nem HP-zódok, hogyha... Eszel! Ezt mondtam, hogyha nukleáris fertőzésed van, akkor nem fogsz HP-zódni. Ezért kell venni ilyen nukleáris kaja, barátom. De soha nem figyelsz rám! Mindig jó, van, kit érdekel, amit mondasz? Ah, jó, akkor come back, te rohadék. Jó, megyek vissza, akkor csak nukleáris kaját elsőnek. Amúgy majd lassan a szettet is megcsináljuk, nem tudom mennyi ilyen ércünk van, de amúgy szerintem egész sok már lassan. Már azért vagy 40-et szedtem amúgy, szóval jók vagyunk. Ez itt mi? Ó, itt találtam ilyen izét, ez mi a picsa? Ó, nukleáris bomba, jó, ezeket elviszem, amúgy ez később majd jó lesz nekünk, oké. Hello, visszajöttem. Amúgy ezeket is el kell vinnünk, ha jól tudom, ezek is kellenek majd, szóval amúgy... Ezt át lehet alakítani, jó Zoli! Új feladat, a izéhet ezt tűst. ez a sárga is kell, nem kell olyan sok, de azért kell majd. És akkor mutatom az első dolgokat, amiket meg kell craftolnunk majd. Na Zoli, azért öltem igazából állatokat, hogy ezt hogy le tudjam craftolni. Van nálunk csont amúgy valahol? Van nála csont, barátom? Nálam van. Akkor add már ide légy, jó? És akkor csinálok egyelőre kaját magunknak. Ezt csontlisztet átalakítjuk, és akkor tudunk csinálni szlemet, vagy milyen a neve. Igen, ez kell, csontlész meg ilyen cucc, szóval azt így ennyi az egész, ezt ide rakjuk, így né, nagyon jó, szlem Zoli, jó, akkor csinálok, ötöt tudok csinálni, gyorsan összepattintok ötöt, és akkor lesz egy kis kajácskánk, várjál, így né, tessék, és nézek, ezzel most már fel tudod vinni a kajacsíkodat, barátom, hol vagy? Csinálom neked a kaját, jó, akkor megeszem. De tudom, mondjuk van még ilyen green soy len, ezt majd egy mob megölésre lehet megölni, és Zoli, igazából, ami talán még fontosabb és könnyebb kajaformálás, mód, az a... Ide csinálok egy, hát farmot, azért ez elég nagy túlzás, de csinálok egy cukornát farmot, úgyis azzal képesek leszünk majd nagyon ügyesen izélni, szépen itt termeszteni a dolgokat. Jó, de ez is szerintem nagyjából jó is lesz. Nem tudom, hogy a víz az itt lerakható-e. Megesszük a cukrot magába. Hát pontosan, ide hogy lehet cukornát? Földre lehet rakni? Vagy hogy működik amúgy? De vagy füves, földre, biztos, hogy lehet, vagy... hagyjam el. Látod, te baromozat. Mondtam, hogy lehet. Ja, jó. Oké, na és akkor ezeket most elültetjük, srácok, és ebből majd tudunk csinálni ilyen, ilyen nosiszerű snacket, vagy nem tudom mi ez. Így, még ötöt ki kéne ütni, és utána az alig az azt a mindegy, de virágít a spanom. Én is? Én is világítok, jó van. Ah, ja, világítunk amúgy elég. Nem világítok annyira. De hát azért, de. Jó, mindegy, ezt így megcsinálom gyorsan. Dum. Na, akkor itt nőnek a cuccaink, nagyon jó. Igazából, akkor körülnézünk, hogy akkor meg is tudom, hogy mi kell ez a szulfur. Akkor ezt igen. Is kell szedni. Igen. De tesó, ebből a blokkból, itt van mellettünk, ezt mondom, hogy ez szedd ki, ezt valami mit ad, ember. Ez kell nekünk. Igen, ezt mondom, és akkor kell a izé, ez megvan.
van Battle Vas, és a Toxic Pasten, az egy érdekes dolog, az mobot kell ölnünk, Zoli. Na, viszont ami fontos, akkor csinálok neked is, meg magamnak is baltát, mert hogy a vasbaltát. Zoli, a feladatunk annyi lesz, hogy vannak egy különleges bogarak igazából a bányába, és a bogarak, ezek alapban nem támadnak minket, viszont hatalmas ácsicskák, ugyanis menekülnek, és oda dobnak neked egy másik mobot. Elmennek egy zombiért, és rád dobják a zombit, vágod? Aha. Szóval elég para dolog. Na mindegy, egyelőre akkor őket keressük meg, gyere. Oké, Zoli, gyere, köves. Az így nem könnyű, kicsit olyan, mint olyan Nether vibe-on van, nem? Amúgy olyan egy kicsit itt a Nether. Amúgy olyan, csak ez még rosszabb. Ja, itt izé, majd most erre... Mondjuk mobok, azok nincsenek. Hát tesó, majd szerintem lassan lesznek, itt olyan mobok vannak, hogy leídal az agyad, szóval, vagy készülj fel. Ez nem egy egyszerű játék-máték. Jól van, itt menjünk fel, így, oké. Na, itt például már kéne, hogy fákja, jó, ez így jó lesz. Na, várjál, merre menjünk tovább? Itt jó lesz, oké. És akkor, amúgy szerintem most már lassan megérkezünk, várjál. Gyere, Zoli, jó lesz. Amúgy ott már, na azokat a bugokat kell megölnünk. Nagyon vigyázz, mert ez egy csicska ez a bogár. Ez hatalmas egy csicska. Meg alulról lőnek! Vigyázz! Jó, oké, jó. Na, annyi a lényeg, Zoli, azokat a bugokat meg kell ölnünk, mielőtt zombikat dob ránk. Jó, eltalált, jó. Gyere gyorsan. Oké, nyomassuk, hol a balta? Itt a balta. Na figyeljé, jól van, a bugot öljed, hol a bug? Oké. Hol van? Ott nincs egy. Itt vannak ennek! Gyomorám! Egy meghalt, jó, oké. Az dobta a pénzt, ez is dobott kettőt, nagyon jó. És vigyázz, egy nukleáris hatást raknak rád. Itt van még egy! Gyere bogár! Na. Jó, nice, oké. Okay. Hozza a zombikat, az a gondom úgy. Oké, okay, nice, akkor ezt is megöljük. Jó, ilyen bogárban még jó pár darabra szükségünk van, barátom, meg ezeket a nukleáris bombák. Jó, még egy! Hol van? Megy el valamerre, megy el, hozzá a mobokat, nem. Ami az a jó, hogy most már nincs itt mobam, úgy, szóval ízve megöljük. Jól van, na mennyi pénzt van, nem? Van 5. Valam 1. Jönnek, itt van megint. Most kérdezzük, hogy meg akarom nézni, hogy hozza a mobot, vagy ezt most pont nem fogom megnézni. Jó, mi a picsa, jó, oké. Okay. Itt van izé, van csomó nukleáris cuccot, hozzad amúgy. És van még egy. Oké, okay, ha öljed akkor őket, öljed. Jó, akkor... Hozzá izét, zombit. Hát ezt mondom, hogy hozzák a zombikat, vigyázzál. Én közben hozzam a nukleáris töltöteket. Jó, az jó lesz, oké. Okay. De amúgy ezt tudok csinálni is nagyon egyszerűen, de mindegy. Jó. Nem baj. Fedezzük fel a területet amúgy, aztán nézzük el, hogy itt miket tudunk még találni. Mi sem zett belém, egy hal fogadjunk. Jaj. Zoli! Hol van? Itt van Zoli, itt egy nagy boss, ezt meg kell ölnünk, gyere, ezt meg kell ölnünk. Jó, de hol van? Gyere már! Ó, ember, hát ilyen barát vagy, hogy nem segítesz. Hát de miért nem jössz már? Ú, ez az olyan sebes. Vigyázz, hordókat is dobál, jól van. Látom. Hiábálsz el a hordókra, vigyázz. Jó, mert az volt, hogyha van nála a hordó, akkor erős. Jó, most eldobta! Most kell ütni! Gyere, majd kijött egy hal, azt is meg kéne ölni. Mi? Megöltük, az beleesett, basszus! Nem már, de a cuccokat... Ügy, itt egy hal, ez az! A hal is kijött legalább! Várjál! Jó, oké, de most mi? Nem már! Ó, tesó! Pont beleesett a izébe! Igen, nagyon fontos dolgokat droppolt, basszus! Na jó, megyünk tovább, keressünk még ilyet! Itt van még egy! A nyelvével megsebzett, mi a picsa? Jön a bogár is! Lehet, hogy jó hozta ide, oké! De mi a bogár hozzá, Zoli, vigyázz! Mi? Ezt a bogarat ezt megölöm. Na, nincs rá a hordó. Jó, itt jön rám viszont, tök mindegy. Oké, a bogarat megölöm, oké, a magárák halt, de nagyon lovos vagyok. Zoli, help me. Megöltem? Én ütöm, megvan. És dobott valami? Ilyen, ezét. Mutasd. Ez, add ide. Na ebből még jó pár kell, szóval ebből még szerezzük jó párat. Akkor szerintem megbírjuk akkor ölni, pedig azt tudom, hogy azért sokkal erősebb, de ügyesek vagyunk, szép munka. Ez még nem egy olyan komoly boss, de majd a nukleáris creeper, az majd kapar teper értünk, szóval figyelznünk kell. Meg van pár bogár amúgy, jó van. Ne megy a creeperért, fogadjunk! Megy a creeperért! Vigyázz, Zoli! Azza! És dobja rám, figyelj, paf! Jó van, oké, vigyázz, a creeper hátulját is felrobbantja. Jó, hát ez easy peasy. Jó van, amúgy már van 7 pénztem, nem olyan rossz. Ó, megint ott a haver! Jó, az jó lesz. Ó, de mennyi mob van itt, he? Jó, ezt próbáljuk meg... Azaz, hagyjad, Zoli! Hagyja őket, jó van. Na. Ezek is buták amúgy, most egymást ölik, nyomassák csak. Jó van, úgy van, szép munka, srácok. Na, most jöhet. Oké, okay, nyugalom, meghalt, dobott, nagyon szép munka, jól van. Jó, és kezdettünk egy kört amúgy, de itt van egy milyennek a neve, ez egy... Ó, ez az, nagyon jó, tégla! Meg egy csomó kaja, végre kaják, Jézusom, ez az.
Még itt is van még egy. Ó, tele van ilyen battle-lel, nyugodtan lootold neki előlem, végre találtam valami kárt. Jó, srácok, itt az idő, akkor, hogy elkezdjük a szettet. Először is kell nekünk akkor ez. Na, itt is van, ez a haver. Ez viszont még nincs nálam a battle, szóval a battle-t a szépen kivesszük. Hol van a ládába? Itt volt a ládám, itt van, jó, ebben beraktam egy csomót, na így né. És akkor kell a... ez így né, nagyon jó, úristen. Jó, 24, nagyon jó. És ebből lazán tudunk csinálni igazából egy csomó mindent. Hát, őszintén szerintem nekünk ez a nukleáris szett már annyira nem kell amúgy. Annyira nem kapunk divicset, nem a nukleáris cuccokból. Viszont majd ezt meg kéne, ezt az uránium rodot. Ezt amúgy... Zoli, van egy remek hírem, barátom. Na? Megyünk a Netherbe, mert kell rángrúd. Ezt majd egy creeper fogja droppolni, illetve, ami nekem jobban érdekel, az a siren, itt is van. Ezt amúgy simán meg tudom csinálni. Miért nem adja ki? Nincs rám elég vas, de ez tök menő, Zoli, várjál. Na, itt van... Fiszilekor, vagy mi? Nem tudom, siren light, amúgy itt is csinálok. Jó, hoztam restont, várjál, még a keszek csinálom gyorsan. Itt van ilyen menő siren light. Na viszont ami fontosabb, hogy a következő dolog, amit lecraftolunk, srácok, az a siren light. Hogy ez mire jó? Ugye azért megcsináltam a siren-t, ez a nuclear siren, és ezt ide lerakjuk, és rárakjuk a siren light-ot, akkor igazából, ha valami nukleáris dolog közelítik, akkor elkezd majd nekünk sípolni, hogy és akkor ja, igazából ennyi az egész. És akkor tudni fogjuk, hogy veszélyben vagyunk. Viszont én szerintem elkezdek ide kiépíteni, Zoli. És szerencsére úgy tök jó, hogy abban a faluban találtam obszidiát, mert akkor én meg tudom építeni a Nether portált, és szerezzünk el egy lángrudat. Az, hogy gyorsan összepattintom igazából, nem olyan nagy cucc. Így, né, tök gyorsan meg is... Apáj, nem ez kell, buta vagyok. Tök gyorsan meg is tudom építeni. Igazából tök gyorsan megvagyunk. Nagyon jó, és pont egyel még több is volt nekem. Jó, kell akkor flint. Van nálunk flintű, Zoli? Találtál valaha flintet? Tényleg? Akkor majd nézem már meg, hol van. Aja, itt van, jó, megvan. Jó, és akkor Zoli, igazából annyi az egész, hogy akkor most megyünk át a Netherbe, és pár lángos havert megölünk. Fontos, mert kell a izéhez. Szóval let's go át, ez a diaszleten úgyis halhatatlanok vagyunk szinte. Pár lángost megeszünk. Jajá, figyelj, egy jó lángosom, úgy de megennék. Gyere már! Igen, kap be. The welcome home, the place where I can go. Itt is vagyunk, srácok, a gyönyörűséges Mennyországba. És akkor itt az idő, Zoli, hogy szépen megkeressük a Fortress-t, aztán igazából mandula-pandula. Na jó, van Zozó, gyere amúgy, itt ez már... De mi az, hogy nem találunk? Miért nem találunk amúgy soha? Komolyan mondom, már ez elegem van amúgy. Ah, itt mondjuk pont van egy, gyere, megvan akkor. Jaj, csak az óriás malac, havásmanok, tartásóim, meg mindenki itt vannak. Jó van, át tudok ugrani? Hát nem igazán, de mondjuk így itt le tudok lassulni. És akkor így, hogy pa, az igen, tud itt valamit a spanotok. Jó van, gyors build-el, felmegyünk. És már itt is vannak a blézek, ez az, ami... Mi ez is kell a blézről? Már elfelejtettem, mindegy. Nem baj. A rothoz, tényleg, akkor abba kell pár, jó, öljünk be nézőrodokat, te meg mész le a hegyről. Bye bye! Oké, jó, hoppá, az ott egy hatalmas 1v1 lesz majd, jó, mindegy. Oké, hajj meg, nice, már van egy darabom. Malac. Muszáj még azt levetennem, srácok, mert ízé, csak az visz fel AP-t, szóval ez egy paraszt dolog, na mindegy. Na nyomassuk! Oké, itt amúgy azt mondom, ez egy tökéletes blaze spooner amúgy, ilyen be van fedve, meg minden. Jó, ezeket gyorsan megdaráljuk, nem tudom mennyi kell, annyira szerintem nem sok. Oké, ez ne léci, ne es le, ne léci. Oké, jó, megvan a blaze rod, 2, nagyon jó. Ó, jaj, ne, jön a slime! Nem kell olyan sok, valami ilyen 6-7 darab kell. Hát ide kell 2, oké, illetve a mi kell még? A izéhez kell még, az atom... Atombombához. Megyek amúgy, nem baj, akkor egy 10 darabot farmoljunk össze azért. Oké, még ezeket megöljük, aztán meg vagyunk már csak azért is, oké, 8 darab. Jó, oké, nice, menjünk, van-e advár, mennyi? Egy sincs. Nem, de még ott van. Jó, oké, nice, jó, akkor menjünk vissza. Jó, srácok, igazából ennyi volt ez a Netheres járkálás, megyünk vissza most már. És most a nukleáris creepert is lassan meg kell keresnünk. Egész jók vagyunk, most le tudjuk craftolni ugyebár ezt a nukleár rudat. De van, ja, go, menjünk, srácok, let's go! Na, nice, we are back and start building and other, jól van. Nézzük akkor, srácok, ez is kell akkor nekünk ez a nukleál, ez kell majd amúgy a rod. Illetve
Ez mi? Ezt hogy lehet kapni? Blokk iridium, majd ezt ki kell találni. Meg is nézem. Aha, ez nem olyan bonyolult, értem, hogy majd most le tudok craftolni, akkor csak egy ilyen blokk of iridiumot amúgy. Így né. Jó. Nem tudom mi a fiszle. A fiszlekor, kérlek szépen, az a creepert kell megkeresnünk. Bekapcsoljam ezt a cuccot amúgy, várj, és akkor ide vonzza a creepert. Kéne egy karakkor, gyorsan akkor bekapcsolom. De először izét csinálok, várj, mert nincs semmi baltám meg ilyenek. És akkor az meg is fogjuk csinálni, és utána srác, ami fontos, hogy a bányába keresnünk kell egy úgynevezett ilyen Godzilla tojást, és a Godzilla tojást felrobbantjuk a izével, a nukleáris bombával, akkor lesz egy pici Godzillánk, ami minket fog szolgálni, ami elég menő szerintem. Illetve Zoli, amúgy ezt a téglát kap már el. Jó. Állj már! Bocsánat. Jaj, de tégla az menő amúgy, ezt nekem tetszett, jó van. Na, izé kell akkor, hol van? Kell egy kar, ott beszéltük meg. Gyors kart, összepattintunk itt a havernak, így. És akkor bekapcsolom! Készen az azó, figyelj! Igen. Indul a mandula. Wow, és most már várjuk a helyet a nukleáris creeper. Jól van, várjunk, megnézzük. Ott van, már leszpónolt, gyere Zoli! Oké, okay. A lényeg az, hogy sokkal óvatosabban kell megölnünk, mert ez elég ritka. Szóval óvatosan. Gyere ki! Szia! Oké, okay, megindult, várjál Zoli! Ez mekkora? Nem azt mondom, de óvatosan Zoli, hogy ezt felmerjük robbantani, akkor nagyon megszívjuk, mert ez atomrobbanást csinál, vágod, ez atomrobbanást csinál, nem sima izét. Akkor ölj meg te, mert én nem merem. Oké, okay, akkor csak távolodj, nyugi. Jó. Meg is halt, nice! És dobott olyan cuccot? Nem, ez nem dobott, basszus! Oké, okay, amúgy eszek vég előtte, még van ilyen nasim, az jó lesz. Oké, okay. Ott van, leszpondolt, amúgy gyere, itt van, Zoli! Itt vagyok, figyelj! Jó. Jó van, figyelj! Oké, okay. Öld meg a izé, skeletont addig, várjál! Oké, okay, okosnak kell lennünk, nem szabad, hogy nem tudom, nem jött! Ne! Jó! Oh! Inkább lefelé futok, ne! Jó, oké, okay, nyugalom! Úrsa, de félek, Zoli! Ez nagy fájt egy kis embernek! Oké. Jó! Ó, dobott olyat! Ez se dobott, hogy dobott? Nem dobott olyat, picsába. Ott van még egy, várjál, oké, okay. Majd utána ne felejtsük egy kapcsolni a riasztót, mert elfelejtem. Azt a G to the G, srácok. Jaj, és akkor felrobbanunk, mint az állat. Hát konkrétan, jó van, várjál, ölöm. Jó. Majd így eléri az utcainkat, az a baj. Mi? Oh. Ne várj ide. Oké. Okay. Ne. Jó, oké. Okay. Ó, oh, ez az is, ez dobott! Nice! Jó, kapcsolom! Jó! De nekem is kell! Ja, oké, okay, akkor jó, oké, okay, persze, hogyne, simán, összehozzuk, barátom, összehozzuk. Jó, oké, okay, kell még egy ilyen uránium rúd, nagyon jó, oké, okay, és akkor elmetek, van egy olyan nagy gán, csak itt is van, és le tudom craftolni, ez az! Jó, és nézitek meg, srácok! Most már ezeket simán szét tudok darálni bármit. Nagyon betegesen menő szerintem. Illetve az atombombát, meg kéne nézni amúgy, hogy az hogy lehet rekaptolni, azt most már elfelejtettem. Ja, detonátor, amúgy ezt a detonátort ezt meg kell csinálnunk. Jó, Zoli, ölnünk meg kell még creepereket, jó? Na, nice, neked is megvan, oké. Okay. Na gyere, öljük, de nem, tudom mennyi divizse ember, ne lévjéskedj már. Nem tudom. Na, öljük még creepereket, leidézem megint. Nem tudom, hogy ezzel őket lehet-e sebezni, őszintén nem hiszem. Viszont kell még az atombomba, az egy ugyanolyan szú. Megint föntről jön, ba. Na mi van, spanom? Remélem meghal, nice, oké, okay, meghalt. Easy peasy konkrétan, srácok, easy peasy. Az egy már elég egyszerűbb ölni. Nézem, még nem viszem amúgy őszintén. Vagy ez az? Nem, ez nem az, nem dobott sajnos, nem dobott. Oké, okay, másik irányról most, pa. Mire ide ér, megdöglik, easy peasy. Jó, és az én dobott is, is. Már késő-méső, már meg vagyunk barátom. És akkor megint lekapcsolom ezt a cuccot, és akkor az atombombához mit is mondtam, hogy kell megcsinálni? De ez kell először, ez a detonátor. Ez egész menü lesz, srácok, majd megmutatom nektek. Ilyen plastikunk még van, restum blokkot az gyorsan összepattintok. És akkor kell egy detonátor, de tonátor. Jó, szóval ez arra fog szolgálni, hogy majd jobb kikerünk egy TNT-re, ott arrébb tudunk menni nyugodtan, és akkor robban fel, amikor újra megnyomom a gombot, szóval az egész menő. Jó, itt van nálam a vas, kell srácok, vasblokk, négy darab, ez az kijön négy darab, nagyon jó, és akkor valahogy úgy kell, hogy ezt úgy kell megcsinálni, hogy akkor ha alulra megy ez a kettő, ez középre, jó, ezért jó, hogy egy ilyet csináltunk, akkor ez négy blokk megy középre, így, és hogy volt, ez a kettő ide,
és az uránium rút pedig megy ide a szélére. Yes! Kész a nukleáris bomba, Zoli! Na, mondom, most csak egy dolguk van, barátom, keresünk el egy tojást. Milyen tojást? Te még nem is láttam egy tojást. Egy, kérlek szépen, egy Godzilla tojás, valahol el van rejtve a földön, szóval keressük meg szépen, gyere. Az utolsó után még fel kell majd egy atombombával. Ugye az van, Zoli, ott van még egy creeper. Mondjuk ezzel a fegyverrel őszintén pap, az meghal mindenki konkrétan, elég easy így. Jól van. Hát engem ne divizselj már! Na, jó de van. Jó, bejöttél elég. Ezért nem szóltál soha fegyvert kapni, de itt van a izé viszont. Cukrodom, lejöttem ide, itt van, megtaláltam, jól van. Itt van a tojás, nagyon jó, nice. Oké. Okay. Na, fontos, hogy akkor itt van nem a waste drum, ez fontos lesz igazából. Ez az utolsó dolog, amire mi nagyjából szükségünk van amúgy. És akkor amondó vagyok, Zoli, hogy menjünk fel a felszínre, és robbantsuk fel Godzillát, aztán pedig tök menő dolgokat fogunk tudni csinálni. Na, a kérdés az, hogy merre menjünk fel, Zoli, amúgy. Ez mi? Itt egy cica! Mit talált egy cicák, amúgy vannak? Vannak cicák, várjál csak itt darálom közben őket amúgy. Jó, oké. Okay. Hol van, hogy nézzem? Ez meg lehet valamivel szelidíteni, csak nem tudom, hogy mivel basszus. Nálam van a hal. A hal lehet, hogy az valamúgy. Jó, nézzek. Oh, elmegy. Ah, itt van izé! Itt van GOO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 O
és azzal hápézódik, hogy a te nukleáris erődet szívja. Ami jó. Ez az, cica. Jó, jó, nagyon ügyes vagy. Amúgy ez mi történik? Jó, mindegy, akkor se felvettük végre a felszínre, hogy van egy nukleáris cicád. Menjünk. Jó van, jó van. Hú, hogy baromi aranyos amúgy. Milyen kis sát, nem aranyos, olyan rémisztően néz ki. Jézusom, na jó. Aranyos. Na jó, az Zoli, akkor robbantsunk atombombát, amondó vagyok barátom, ez velem kell. Na, mit szólna mondjuk a faluhoz, a faluhoz? Amúgy nem tudom, azt hiszem, hogy nézzük. Jó, én a faluba. Jó, jó, oké, srácok, rendben, nyomassuk. Oké, mondjuk lejjen az, hogy akkor mondjuk ide lerakom az atombombát, így né. És akkor úgy kell csinálni, srácok, hogy ide lerakjuk az atombombát, és akkor detonátorra jobb klikkelünk rá, és ha most megint jobb klikkel, akkor elkezd robbanni amúgy. Jó, na, akkor kicsit arrébb megyek a hegy mögé, Zoli, te is menj arrébb, és akkor indul a robbantás. Be akarom robbantani. Nem tudod, ember, mit csinálsz? Rá tudok ülni, Mi a picsa? Jó, srácok, ezt tudom, hogy lehet, hogy csalás vagy, nem, de a Spectatorba akarom végignézni. Tudom, hogy ez egy túlélő, de ezt szerintem megnézhetem izébe. Meg fog doglani a macskát. Igen! Wow! Oké, az igen. Oké, leraktam, oké, és akkor elmentek ezzel. Most jön a Godzilla torásra, beledobtam. Kíváncsi vagyok amúgy, az cicád itt van amúgy, nyugi. Hú, jó, na gó le! Valahol itt kell lenni a Godzillának, csak nem esett le a kis drága, hol van? Godzilla! Merre vagy? Itt kell lennie valahol, keressed! Itt van fönt, megvan. Na és akkor srácok, ezt úgy kell csinálni, hogy amúgy ez barátságos viszonylag, és meg kell letetni ilyen dramokkal, amiket ugye találtam, ezért kerestem egész videóba. Ő ezeket szereti és ezeket eszi. És akkor így folyamatosan, hogy nőni fog egy idő után, na most megszelidült, nagyon jó. Meg amúgy itt egy hanglemez is amúgy, várjál már azt is, nem tudom, az irandom itt van, de gondolom belőle. Nálam meg van ilyen. Jó, gondolom felrobbantottunk egy izét, mi annak a neve, tudod, egy ilyen monster helyet, na nézzük. Oh, táncol! Nyomos barátom, ez az! Vagyunk rá! Ez az! Nagyon jó, rendben, most már csak meg kell növeszteni, hogy tudjak rajta lovagolni. A srácok, eltelt pár nap, azért Zolival várnunk kellett, de itt van Godzilla nagyként. Ne, Godzilla, ne lépkedj! Inkább gyere, rád ülök, azt azért nyomassuk szépen, ott hívják ott. Oké, szegyszőt, mint a Godzi! Nyomass neki, barátom! Azaz! Ahogy szétrombolja a fákat, minden. Valami történik, valamit most nyomatni fogok, amúgy. Ah, mit csinál? Ah, figyelj! Oh, boy! Yes! Oké! Menni kell! Ez az! Macska! Jó, macska! Egy macskával, én a mondó vagyok. Jó, nézzük ki a kajobáziát, gyere! Kihívlak egy soli leszállás. Menjél, cica! Jó, várjál, amíg feltölt. De ne, engem, hanem cicát. Oké, jó, ültesd le, úgy lesz igazi 1v1. De nem, úgy nem fog támadni. Most rázok, tegyétek meg a téteket, szerintetek ki fog nyerni, a macska vagy én? Macska vagy Godzilla. Oké, készen állsz az 1v1 leszámolásra, macska? Na figyelj! Nyomassuk, 1v1! És mehet! Oké!
Nem már meghalt. Mire számított, hogy megöl engem? Amúgy őszintén. Igen. Jó van, szép volt Godzilla. Srácok, ez remélem tetszett az a videó, hogy a csomagosok elkezdődök fel. Még három bánya vár felfedezésre. Ez a videó, szóval ennyit volna. Én X-i voltam. Na szevasztok.